Ez a címe annak a szépirodalmi műnek, amit a 60. Kodály Zoltán értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskola egyik diákja írt harmadik osztályosként. Molnár Attila Csongor most kezdte a negyedik osztályt, tagja a Kutatógyerekek Tudományos Körének, amely egy olyan tehetséggondozó lehetőség, ahol egy-egy téma alapos megismerésére, körbejárására van lehetőség. A most tíz éves tanuló részt vett a Kutató Tudományos Konferenciájának országos döntőjén is, ahol a mesés kutatás, információk a meséről és iskolám harmadikos tanulóinak viszonyáról a mesékhez és a meseolvasáshoz. Című kutatását első helyezéssel jutalmazta a zsűri elnöke. Molnár Attila Csongor elmondta, több írása is van készülőben, melyeken nagy erőkkel dolgozik, annak érdekében, hogy később azok is nyomtatásba kerüljenek. Mint mondta, nagyon boldog, hogy megjelent az adály, sok pozitív visszajelzést kapott már a művel kapcsolatban. Az adály az csak így beugrott, ez igazából egy településnév a könyvben, egy falu amit én találtam ki, és úgy kezdődik, hogy egy angyal és egy ördög a faluba érkezik, és elkezdenek játszani, amitől persze a falu megijed, hiszen ez nem egy szokványos dolog az életben, emiatt elkezdenek vándorolni, és az egész könyv arról szól, hogy egyre messzebb mennek a faluból, és segítenek mindenkinek az út során. Attila érdeklődő kisfiú, aki nagyon szereti a meséket, azonban vers és novella írással is foglalkozik. Erről már Goravec Andrea, magyar nyelv és irodalom tanár beszélt. Láttuk már, mikor iskolába is érkezett, hogy tájékozott, gazdag szókincsel rendelkezik, és ő ezt próbálta is, amikor már az írást megtanulta, megtanult írni, akkor ő ezt próbálta is a lapon folytatni, a saját kis gondolatait összeszedte, és aztán egyre többet a szabad idejében is elsősorban a kis füzetecskéjével járkált már első osztályban, és írogatott, és versektől kezdve mindenféle ö, műfajban próbálkozott. Az Adály című könyvvel kapcsolatban a tervek szerint néhány héten belül egy író-olvasó találkozót is tartanak az Ady könyvtárban, ahol lehetőség nyílik majd jobban megismerni a történetet.